A következő műsor megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Átmosz. Ezernyi hegyvidéki királyság világa. Mindegyiket az églovagok védelmezik a sötétség erőjével. Bestiák, zsiványok, és a legrosszabb, szikloniaiak leselkednek rájuk. Az églovagok közül a legnagyobbak a viharsólymok, kiknek küldetése Átmosz egyesítése és a gonosz kiűzése földjén. Ám elárulták őket. A viharsólymok elbuktak, és oda lett minden remény. Egész mostanáig. Erről vagyok. Az ősi viharsólymok utolsó leszármazottjaként átvettem fáklyájukat. Ez az osztagom. Finn, a mesterlövész. Csikacsá! Bem! Az erőművész. Hoppá, bocsi! Dudás, a specialista. Vágjunk bele! Gólya, a kormányos. Végünk van. És persze, másodpilótám Radar. Mi vagyunk a viharsólymok. Számunkra a kék ég nem szab határt. Viharsólymok. Legjobb barátok mindörökké. El kell tűnnünk innen, mielőtt kitör a vihar. Egy perc türelem. Mindjárt találok itt valamit. Érzem a csontjaimban. Én is érzek itt valamit, de nem akarom tudni, hogy mi lehet ez. Gyorka juice! Évek óta nem ittam ilyet. Inkább trutyi dzsúz. Micsoda egy felderítés. Nem hittem volna, hogy ez egy szemétpárka. Egyszer megtanulod értékelni a szemetet. Nocsak. Sziklónia zúzógépei nem túl hatékonyak. Ez... Rossz időkész. Indulnunk kell. Sietek! Megvagy! Rosszul fest. Gyorsabban kell mennünk! Mi van veled? Biztosan menedékre bukkant. Különben is, ez a vihar olyan rossz. Kimegyek és megkeresem. Ha.
Ez nem fog menni. Bezárni minden nyílást! Dudás! Csak kérdezem, ugye most élünk, ugye? Semmi baj, gólya. Böhem, hogy van a hajó? Vannak károk, de ki tudjuk javítani. Jó, akkor Finnel megkeressük Dudást. Dudás, vétel! Órák óta keressük. Ott van! Dudás helimopedje. De nincs itt Dudás. Ero Kondornak, Dudás helimopedje összetört. Sehol se látjuk őt. Talán visszajöhetnél. És valami olyan... fura. Hol van Dudás? Mi van vele? Már láttam ilyet régebben. Az áriai nevetőgörcs. Ez így megy tovább, amíg az felrobban. Szia, Ero. Ez itt Lark. Kimentett a viharból. Szia. És képzeld, ő is kristályos nővér. Nos, van pár kristályom, de nem tudok annyit, mint Dudás. Nem igaz. Lark egy energiamezőt hozott létre, ami megvédett a viharban. Még egy esőcsepp sem hullott ránk. Elfelejtettük a vihart. Amíg nem jött az a hangos mennydörgés. Bum! Bum! Mintha egészen más nyelven beszélnének. A fülem még mindig zúg. Totális leégés volt. Tessék, Lark megmutatta nekem a koordinátákat. Tundra földje. Ó, jártam már itt párszor. Nem sok, csak dombok és por. Oda megyünk. Bármire is készül ott ciklónia, kiderítjük. Nos, te is kristályos vagy. Csodálatos. Jó. Lányok. Hé, kis fickó, mi a neved? Radar, mi bajod van? Semmi baj. Végül is idegen vagyok. Dehogy. Megmentettél. És örök időkre barátok maradunk. Hé, akarod látni a kristálylabort? Ó, szabad! Ó, figyelj csak! A kristályaim a hídon maradtak. Menj előre, mindjárt jövök. Jó. Hát nem cuki, ahogy utánam ólálkodsz. Tessék, egy harapást. Megvágy! Tessék, így nem leszel láb alatt. Kristály, vágó kristály, jégkristály, az ott egy lebegő. Ha, micsoda gyűjtemény! Ez a kedvenc zugom a hajón. Egyedül tudok magamban megnyugodni. Na és a könyvek? Nem szoktam olvasni. Tehát te magad dolgoztad ezt ki? Véletlenszerűen dolgozom. Néha sokszor mellé fogok. Így például soha ne keverj iszapkövet kitörőkőbe. Ezt már megtanultam. Ezt én is megtanultam. A többiek néha nem igazán értik, mit csinálok. Srácok! Jó, hogy van lány a fedélzeten. Igen. Nekem sincs túl sok barátnőm. Hé, ez mit csinál? Ez egy kristályszkóp.
segít kideríteni, mi micsoda. Hű, a védőkristályod borzasztó erős. Ah, semmi különös. Sok van belőle, ha tudod, hol keresed. Hé, megmutatom, mivel kísérletezem. Blokkoló kristály. Csak rá kell jönnöm, hogy növeljem meg a hatását. Próbáljuk ki a tiéden. Azt hiszem, közel értünk már a tundrához. Miért nem mutatod meg az egész hajót, mielőtt odaérünk? Persze. Ugye csak viccelsz, hogy megiszol valamit, amit a szemétből vettél? Na, na! Nyami! Nem láttad radart? Biztosan itt van valahol. Egyre gyorsabban közeledünk tundra földjéhez! Ahogy mondta, főleg dombok és por. Várj, valami van odalent. Gyerünk, Finn, menjünk le, nézzük meg! Nem, Dudással lemegyek. Ismerem ezt a földet. Dudás kitűnő felderítő. Így igaz, az vagyok. Csak gyorsan lenézünk és visszajövünk. Szerinted kövessük őket? Nem, én nem fogunk kapcsolatba lépni vele. Végre. Nyugalom. Látta valaki radart? Vissza kéne mennünk a többiekért. Hiszen átéltük a nagy vihart, jól meg leszünk itt. Nem tudom, szerintem sok minden van odalent. Miért kéne segítséget hívni egy egyszerű felderítéshez? De én nem ezt mondtam. Talán forduljak vissza? Nem. Jó, akkor menjünk. Ez biztosan valami bányász expedíció. Kristálypor. Ezt keresik mindenhol a ciklonok. Ugyanaz a struktúra, mint a pajzskristályod. Mondtam én, hogy sok van ebből, ha tudod, hogy hol keresd. Ennyi kristállyal egy egész szakaszt megvédhetnénk. Talán egy egész földet is. Bámulatos, nem igaz? Igen, tényleg. Ezt nem bírom magamban tartani, meg kell mondanom Erónak. Minek sietni? Nem akarsz maradni és kideríteni, hogy mi folyik itt valójában? Azt hiszem, már tudom, mi folyik itt. Hogy? A szikloniaiaknak dolgozol, ugye? Dudás, őszintén mondhatom, hogy nem dolgozom a szikloniaiaknak. Nem, nem hiszem, hogy nekik dolgoznál. Inkább a szikloniaiak dolgoznak neked. Nincs igazam? Ciklonis mester. Csak azt szeretném tudni. Honnan jöttél rá? Nem voltám olyan nehéz. Az egyetlen szikloniai, aki ennyit tud a kristályokról, az maga a mester. Miért az árta? Hogyan másképp juthattam volna közel hozzád? Tudod, túl sokat hallottam róla, Dudás. És persze, a kristály tudományodról én is látni akartam. Csak azért mentettél meg, hogy utána elpusztíts? Nem akarlak elpusztítani. Felkérnélek, hogy csatlakozz hozzám. Tudod, mi sokban hasonlítunk egymáshoz. Jobban, mint hinni szeretnéd. Hé, Radar! Hol vagy? Radar, most nincs időnk játszadozni. Hé, Radar! Radar! Radar, merre vagy? Radar! Ül! Fekszik! Fúj, Juice! Ez hihetetlen! Láthatatlan! Radar, mi történt?
Imádok játszani! Oké. Első szó, mondjuk lány? Világ? Valaki egy másik világról? Nevet? Ez nem éppen lányos alakítás, Radar. Hé, nem vagy túl jó ebben. Valamit mondani akar a nevető lányról. Lark! Ó, Lark tette! Lark tette? Magával vitte Dudást. Ugyan Dudás. Képzeld el, ha ketten együtt dolgoznánk. A világ a miénk lenne. Te biztosan viccelsz. Sose tennék ilyesmit. Nos, mindig van alternatíva. Páholyban csücsülve nézheted végig, hogyan halnak meg a barátaid. Támadás! Nos, hol is tartottunk, Dudás? Nem látok semmit odakint. Lehet, de olyan, mintha mégis lenne valami. Emberek, harckészültség! És hova mész? Bármi is van odakint, láthatatlan, ahogy radar. Próbálom elcsalni őket innen. Induljatok! Radar, itt vagy még? Hol vagytok? Talán nem is volt olyan jó ötlet. Radar, remélem lebuktál. Ez az egész barátság csupán egy ostoba játék volt. Nincs időm barátkozni. Meg kell hódítanom a világot. Megdöbbentő, mennyit megtudsz valakiről, ha pár órát együtt vagy vele. És azt hiszem, eléggé kiismertelek téged, Dudás. Eléggé, hogy tudjam, mit fogsz lépni, mielőtt te magad tudnád. Nem tudok harcolni velük, ha nem látszanak. Srácok, egy kis segítség kéne. Azon igyekszünk. A reggeli zabkása a tányérhoz ragad. Hát, ha rájuk is. Igen, ciklonlakók. Sikerült! Gyorsan, még többet! Hát, ennyi lett volna az egész. Van egy ötletem. Megvan még a kátrány, amivel a tetőt festettük? Igen. Rájuk! És minden párnát, ami a hajóban. Én is sokat megtudtam rólad, barátnőm. A kis hiszékeny! Sosem voltunk barátok! Eljátszhatod, hogy elpusztítod a világot, de nem tudod elrejteni, ki vagy belül. Egy magányos lány, aki folyton szeretetre vágyik. Vége az átállásnak. Látlak. Bizony, így már sokkal könnyebb. Vissza! Még maradt egy kis trükköm. Tudod, hogy mi ez? Ugye tudod? A felejtés kristály nem működik barátok közt. Még akkor sem, ha egy pillanatra voltak barátok.
mit sem ér. Mester! Ennek még nincs vége! Örömmel várom! Tessék! Minden rendben? Igen, persze. Ciklonis nem bántott igazán. Semmi baj. Hé! Hey! Jó kristályok, meg ilyesmik. Kösz. Nos, csak érdekel, mivel lányok vagytok, meg minden, nem fontátok szobva egymás haját, meg ilyenek? Miért? Kösz, Finn. Erre tényleg szükség volt. Sose értem meg a nőket.